Bele lehet halni a koronavírus oltásban? Mi a helyzet ezzel a súlyos allergiás reakcióval? Most ezekre fogok válaszolni, és végigbeszéljük a gyakori kérdéseket. A Pfizer és a Moderna vakcinák kapcsán is jelentek meg a médiában olyan hírek, hogy nagyon súlyos, életveszélyes, úgynevezett anafilaxiás allergiás reakciót okozott egyeseknél. És hát sokan megrémültek. Tehát tegyük egy kicsit helyre a dolgokat. Nagyon ritka dolgokról van szó, még nem tudunk pontosat az előfordulásának a gyakoriságáról, de már több országban több mint 1 millió vakcinát beoltottak, és hát egyáltalán nem gyakori reakciónak tűnik ez. Mégis elővigyázatosságból azt mondják, hogy a pácienseknek bizony fél óráig vagy negyed óráig ez vakcinától függ, ott kell maradni a védőoltás helyszínén. Nem arról van szó, hogy ennyire veszélyes lenne ez a védőoltás, hanem arról, hogy el akarják kerülni, hogy valakinek kialakuljon egy ilyen allergiás reakció, és a metró közepén essen össze, ahol már nem tudják ellátni, és ez borzasztó rossz fényt vetne egy újonnan bevezetett vakcinára, még akkor is, ha ez 100 millió oltásnál egy esetben fordul elő. Tehát egy túlzott elővigyázatosságról van szó. Ha másképp kéne fogalmazni, vagy egy egyszerű hasonlatot elmondanék, hogyha Amerikában 1000 embernek adnánk mondjuk egy ilyen Pfizer védőoltást, és 1000 embernek adnánk egy szem földi mogyorót, vagy kagylót, akkor valószínűleg a földi mogyorót vagy kagylót kapó csoportban sokkal több embernek lenne ez a súlyos anafilaxiás, allergiás reakció, mint a vakcina kapcsán. Magyarul a földi mogyoró az veszélyesebb ilyen tekintetben, mint a vakcina. Szóval fontos ezt helyre tenni, hogy milyen gyakori dologról is beszélünk. Minden védőoltásnak lehet mellékhatása. Bármelyik védőoltásba bele lehet halni. Nagyon fontos azonban, hogy reálisan lássuk a helyzetet, és a mérlegnek két oldala van, ugye, hogy mennyi egy védőoltásnak a kockázata, és mennyi egy koronavírus betegségnek a kockázata. Még azt mondom, hogy még az én koromban is, akire a koronavírus nem igazán veszélyes, ritkán, de okozhat súlyos szövődményeket, sokkal inkább ezerszer megéri oltani magamat, mint elkapni a fertőzést. És ha már itt tartunk, tudta, hogy bele lehet halni ebbe? Ez egy gumikesztyű. Ugyanis nagyon sok gumikesztyű latexból készül, és világszerte dokumentáltak olyan haláleseteket, hogyha pácienst megérintette az adott orvos egy ilyen latexes gumikesztyűben, ő anafilaxiás, allergiás reakciót kapott, és belehalt. Tehát pusztán egy érintésbe bele lehet halni, ezért nagyon sok helyen úgynevezett latexmentes kesztyüket használnak. Hogy félek-e a védőoltástól, vagy milyen védőoltást adnék be magamnak? Hogyha nem lenne semmilyen választási lehetőség, akkor beoltanám magam nyugodt szívvel az orosz vakcinával is. Ne feledjük, hogy a magyar emberek többsége is orosz vakcinákon nőtt fel és nevelkedett. Én azt gondolom, hogy amit az egészségügyi hatóság meg a gyógyszerfelügyelet jóvá fog hagyni, az biztonságos. Én nem a mellékhatásoktól félek. Nyilvánvalóan jobban megbízom egy átláthatóbb, Nyugat-Európából származó vakcinában. De nem a mellékhatások tekintetében, hanem leginkább én attól félek, hogy mondjuk kiderül, hogy az a vakcina az nem nyújt olyan fokú védelmet, és mondjuk egy másik oltás az hatásosabb, mint ahogy évekig láttuk ezt egyébként az influenza vakcina kapcsán, hiszen nem csak injekciós védőoltások léteztek, hanem többek között egy élő, gyengített influenza vírus tartalmazó vakcina is, amit nem szúrni kellett, hanem orspré formájában kellett beporlasztani az orrunkba. Bár az elmúlt 1-2 évben ezt változott és újraalkották, de a korábbi években például egyértelműen rosszabb hatékonyságú volt ez a típus oltás az izomba adott oltásnál. Tehát nem a mellékhatásoktól félek, hanem leginkább attól, hogy esetleg kiderül, hogy valamelyik oltás nem fog annyi ideig, nem fog olyan erősen védeni. Szóval én nem a védőoltástól félek, hanem inkább a vírustól. Nem rettegek, hanem helyén kezelem, de azt javaslom mindenkinek, hogy amint lehetősége lesz, oltassák be magukat. Ha tetszett ez a videó, mindjárt az outroban látni fog néhány másikat is, nézze meg azokat is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!